Jó estét, tiszteletek, köszöntöm neket. Szél Bernadett, az LMP társelnöke és miniszterelnök jelöltje a vendégünk. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Volt a Jobbikos tüntetésem? Nem volt. Vagy csak távolról támogatta a Jobbikot ebben az ügyben? Hát amit beszéltünk is itt, ugye elvek szerint azt gondolom, hogy a jogállam és a demokrácia védelmében kellett felszólnunk. Tehát itt nem a Jobbikról volt szó, és ezt én nagyon határozottan szeretném aláhúzni, hanem sokkal inkább az a szituáció, amelyben egy elvileg független szervezetet arra használnak, hogy egy ellenzéki pártot kicsináljanak vele, mert hogy gyakorlatilag itt erre mentek rá. A Vona Gábor azért nem tétovázott fel használni azt, hogy a Jobbik is a Momentum támogatja. Tehát ugye rögtön arról beszélt, hogy ilyen még a rendszerváltás óta nem volt, hogy ekkora összhangban tüntessenek Orbán Viktor ellen a pártok. Igen, tehát ő valóban ezt csinálta, de hát azért én szeretném magam tartani a saját álláspontunkhoz, hogy itt igazából a demokrácia védelméről volt, és a jogállamról, és semmiképpen nem egy pártnak a védelméről. Ráadásul azért is, mert ugye én emlékszem arra az időszakra, amikor itt a plakátokról szó volt, és jöttek a stábok Jobbikhoz és LMP-hez is, és mi meg tudtuk mondani, hogy hány plakátot, mennyiből vásárolt a pártalapítványunk, vagy akár a Lehet Más a Politika. Azért ezzel kapcsolatban nekik nehezebb időszakuk volt, tehát én tényleg azt gondolom, hogy a legnagyobb garancia arra, hogy ilyen helyzeteket elkerüljünk, hogyha nagyon pontos nyilvántartást vezetünk arról, hogy mit, mire és mennyit költünk. Mindjárt faggatom arról, amiket elmondott saját maga, volt egy milyen karácsonyi rendezvények, ahol beszélt a jövőről, meg a tervekről, de előtte hadd kérdezzek Kadász Nagy Máté néhány mondatáról. Mert hogy nagyon nagyvonalúan költötte a pénzt az oktatásra. 2000 milliárd forint helyett 4000 milliárd forintot oktatásra költenének, ami hát képesztő szám. Kiszámolták? Abszolút. Van ez az összeg? Van ez az összeg, és ugye az álláspontom az az, hogy ezt 4 év alatt fogjuk tudni felvinni ennyire, és mindig azzal kezdem, hogy sokkal több pénzünk van, mint azt gondolnánk. Tehát egyrészt nálunk az adórendszer más lesz. Én ezt azért szeretném leszögezni, hogy mi ugyan a magyar emberek, a dolgozó emberek 90%-ánál több pénzt hagyunk az adórendszerünkkel, de például azt is kiszámoltuk, hogy Matolcsi György, mint említettem az ünnepségen is, nem ez lesz a legnagyobb gondja, de hogyha olyan helyzetben lenne, hogy mondjuk ilyen ennyi pénzt kereshetne, akkor 222.000 forinttal többet adózna. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy 1 millió forint fölött, aki keres, az valóban többet adózna a mi rendszerünkben, mert progresszív adórendszerről van szó, 3 kulcsról van szó, és kifejezetten arra megyünk rá, hogy azokat az embereket, akik mondjuk az átlagbér kicsit több, mint 3-szorosát keresik, tehát ők többet kapnak, de az igazán nagy keresetűek pedig a mostani rendszerhez képest többet fognak adózni. És a kis keresetűek mennyivel járnak jobban? Vagy hogyan? Erre mondjuk 2 számot tudok mondani, ami szerintem jól leírja a helyzetet. Aki átlagbért keres, ő 36.000 forinttal, aki pedig minimált, az 26.000 forinttal keres többet nettóban a mi rendszerünkben. És ez borzalmasan fontos, mert ugye azt látjuk, hogy a magyar dolgozóknak 75-80%-a az átlagbér alatt keres. Tehát ezekkel az emberekkel most mind kiszúrt Orbán Viktor és az ő adórendszer, ez az egy kulcsos adórendszer. Ráadásul ugye mi ilyen szempontból egy nagyon erős baloldali beütésünk van, tehát mi így abszolút a társadalmi szolidaritást tekintjük első. De akkor ez fontos hangsúlyozni, nem azt ígérik, hogy bért emelnek valamilyen pénzből, hanem azt ígérik, hogy átrendezik az adórendszert, és abból jut. Bért is emelünk, például mondjuk a közszférának a béremelése az 300 milliárdból ugye megoldható, ezt mi ki is számoltuk, hogy ezzel gyakorlatilag a dolgozói szegénység az kapásból nullává válik a közszférában, ami azt gondolom, hogy alapvető fontosságú kérdés. Jó, de ezek területi béremelések, hát ugye az oktatásra visszatérünk, és mondat, elég a pedagógusoknak is ígérnek. Pontosan, tehát ott például a pályakezdő pedagógusoknak 3-szoros bért, meg hogyha valaki hátrányos helyzetű térségekben megy tanítani, nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ő nekik nem csak a bére lesz jobb, hanem a szolgálati lakástól elkezdve különböző kedvezményekben gondolkodunk, hogy csábítsuk oda a pedagógusokat, ahol a probléma az halmozott. 3-szoros bért mennyi idő alatt? Mert gondolom nem az történik, hogy mondjuk az LMP nyer áprilisban vagy májusban, és szeptemberben a tanévkezdéskor 3-szoros bérért mennek dolgozni. Nyilván ezt át kell vinni a megfelelő törvényhozási folyamatokon, tehát mi nem bábszínháznak fogjuk használni a magyar parlamentet, költségvetést kell csinálnunk, de hogy ez a cél. És visszatérve erre a nagyvonalúnak tűnő ajánlatra, de hogy én azt gondolom, hogy senkit nem szabad, hogy meglepjen az, hogy egy zöld párt szövetségben ugye az új kezdettel kifejezetten az egészségügy és az oktatásnak a helyzetét akarja első körben rendezni. Nyilván ezért is mondtam azt, hogy nekünk nagyon erős antikorrupciós tevékenységünk lesz, mert hogy az adórendszeren kívül ugye finanszíroznunk is kell ezt, és hogyha az antikorrupciós intézkedéseket nem tudjuk megcsinálni, és továbbra is így kiáramlik a pénz az országból mondjuk offshore helyekre, akkor nehezebb dolgunk. Arra van egy számuk, ugye elég sokat foglalkozott, hát Hadházi Ákos, aztán gyakorlatilag most az elmúlt éveit teszi erre rá az LMP, hogy mennyi pénz megy el a korrupció okán? Szakértőknek vannak erre különböző becslései, és egészen hajmeresztő számok jöttek ki. Ami nekem így nagyon megmaradt, az csak az offshore-ra vonatkozik.
És az az, hogy gyakorlatilag az eddigi összes megszorítást, ami volt az elmúlt 27 évben, azt megelőzhettük volna abban az esetben, hogyha ezt a fajta offshore tevékenységet Magyarországon, nem tudom, bezárjuk, vagy abba hagyjuk. A vágyálmok. Igen, ez a, de ez nem de vágyálom, simán meg lehet csinálni. Orbán Viktor vezette második Fidesz kormány 2010-ben, ezzel kezdte. Hát az offshore lovagok, persze, csak hogy itt ugye az offshore-nak kétfajta értelmezése van. Van a gazdasági offshore, amiről én beszélek, hogyha valaki adóparadicsomokba menekíti ki a pénzt. Az is ugyanolyan offshore. Az, hogy tudjuk, hogy ki áll mondjuk egy cég mögött, az egy alapkövetelmény, az is offshore, hogyha nem tudjuk, hogy ki van mögötte, de az is, hogyha mondjuk olyan helyeken, mint Vanuatu, meg Ankila, meg ilyen helyeken adóznak, ahol láthatóan sokkal kevesebb az ebből fakadó kötelezettség, mint Magyarországon. És ami nekünk így nagyon felháborító, az, hogy valaki közpénzzel, ha így bánik. Tehát ezt nem lehet tenni, hogy ha valaki közpénzt kap, akkor utána nem velünk vár a sors közösséget, és a mi adószabályaink szerint adózik, hanem elviszi valahova, és ott tolasodik meg belőle. Ezt egy tolvonással tudnánk mondjuk intézni. Tehát ez egy nagyon gyorsan, frappánsan lezárható történet lenne, és nyilván van, ami egy kicsit lassabb lesz, mondjuk visszaszerezni a földjeinket, vagy a pénzünket különböző olyan helyektől, ahol strómanok segítségével tartja valamelyik mostani nobilitás. Volt egy karácsonyi nagy gyűlése a pártnak szombaton. Így van. Nem kongresszusa, pedig hát pedig időről időre mondjuk 40-nél megálltunk most. 40 kongresszus? Igen, igen. Elég volt? Hát ezen szoktunk humorizálni, de a helyzet ezzel az, hogy mindenki. Igen, tudom, de hogy mi azért is vagyunk meg, és erősödünk, és tudunk tovább menni, mert hogy nálunk tényleg nem statiszták a pártagok, hanem abszolút egy közösségi döntéshozatal van a legfontosabb kérdésekben. Na, azt mondta ott, hogy kormányváltás, korszakváltás, irányváltás, háromváltás. Így van. A kormányváltásban most is hisz? Ugye a friss számok nem mutatják, hogy növekszik az LMP. A friss számok azok különbözőképpen közelítenek ez a kérdéshez. Én láttam olyan számokat, amik ugye növekedést mutatnak. Mekkora növekedés? A másik, hát különböző típusok vannak, tehát egy augusztus óta, hogy megháromszoroztuk a bázisunkat, én azt látom. Visszatérve egyébként a kormányváltáshoz... Most a publikus azt mondja, ez mai, hogy az LMP szavazóinak száma nem változott, továbbra is 5% biztos szavazó pártválasztók körében 7. Az messze van. Kormányváltást. Nyilván, de hát kampány előtt vagyunk, tehát azért azt látni kell, hogy most nyilván karácsony az arról fog szólni, hogy mindenki egy kicsit gondolom a szeretteivel van, de utána januártól lesz alkalmunk arra, hogy igazán intenzíven erre a tevékenységre nem tudom, fókuszáljunk. De ugye a kormányváltás, irányváltás, korszakváltás, szóval ezek olyan kérdések, amire azt is mondtam ott a nagy gyűlésen, hogy a három az csak együtt valósítható megálláspontom szerint. Tehát Magyarországnak akkor lesz a következő időszaka minőségben más, mint a mostaniak, meg a megelőzőek, hogyha sikerül olyan politikai erőt kormányra vinnünk, amelyik tényleg képes arra, hogy meghaladja az előző koroknak az összes ártányát és problémáját. Hogyha újra kavarjuk ugyanazokat a politikusokat, akkor vélhetően mi azokat a problémákat fogjuk visszakapni. Most nem akarok színeket mondani, szokták mondani zöldbe, vagy nyilába, vagy kékbe, de hogy a lényeg az, hogy alapvetően ebben a körben fogunk mozogni. És azért nagyon sok ember van ebben az országban, ezt is mutatja az a majdnem 1 millió bizonytalan ember, aki egyszerűen nem tud pártot választani, pedig nagyon szeretne. Mert hogy gyakorlatilag elfogyott a bizalom rengeteg politikusban, akik jobbról meg balról próbálkoztak itt az elmúlt években kormányon megoldást hozni a dolgainkra. Amikor arról beszélünk, hogy az oktatásra rengeteg pénz kell, tehát ezt nagyon sokan elmondták, és ön is azért kérdezi tőlem, meg kérdezik nagyon sokan mások is, hogy de mi a garancia arra, hogy önök ezt meg tudják csinálni? Hát a garancia az pont az, hogy mások fognak a rajtvonalhoz állni egy LMP kormány esetén, mint azok a politikusok, akik eddig, hogyha megszorítás kellett, elsőként az egészségügyet vágták és az oktatást vágták vissza. Azt is mondta, hogy lehet, hogy ez az utolsó lehetőség, hogy Orbán Viktort egy történelmi tévedés kijavítására szorítsák. Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor marad, csak más feltételek között tud kormányozni adott esetben. Ez is benne van az önök fejében, hogy van egy ilyen variáció, mert részt tudnának venni? Én azt látom, hogy tehát alapvetően ez a nagygyűlésen elmondott beszédemben, ez egy olyan kontextusban hangzott el, és én erre gondolok, amikor erről beszélek, hogy a világban hatalmas változások mennek végbe, ezért is kell az oktatást egyébként első helyre tennünk, és az egészségügyet. Egy okos forradalom zajlik, tehát a lázadás éve az elmaradt, igény ugye nem volt rá, ezek szerint nézzük meg Franciaországot, Németországot, de akár Ausztriát is, tehát amiről Orbán Viktor delirált itt az elmúlt időszakban, az nem következett be. Viszont zajlik egy olyan technológiaváltás, meg egy olyan teljes gazdasági váltás a világban, aminek nagyon komoly hatása lesz a társadalomra is. Egyre komolyabb kutatások mutatják azt, hogy azok a
munkahelyek, amiben most rengeteg pénzt tesz egyébként a magyar kormány, a magyar adófizető pénzéből, ugye a stratégiai megállapodásokba ezt pereltük ki többek között, ezek pár éven belül meg fognak szűnni, nem lesznek. Tehát egy összeszerelő Magyarországra nem lesz szükség. Ugye azok az emberek, akik most pillanatnyilag ott munkahelyet kaptak, és nagyon rossz béreken, de valamilyen fajta megélhetést lehetett neki garantálni, ezek az emberek nagyon rossz helyzetbe kerülnek, ha így mennek tovább a dolgok. És én ezt mondtam el, és emellett teszem le nagyon erősen a voksot, hogy ezek az évek, amik most zajlanak, ezek azért is nagyon károsak, ha így mennek tovább, mert elfecséreljük azokat az éveket, amik arra valók, hogy átálljunk erre a bizonyos teljesen új 21. századi menetre, ami már akár az európai közösségben is zajlik. Hát nézzük meg, ami energiaszektorba ment befektetés, 80%-a az a megújuló szektorba ment. Mi oka van annak akkor, hogy Magyarországon mit atomenergiáról, meg ilyen hasonló dolgokról fantáziálunk? Hát nagyjából talán az, mint a Belgrád-Budapest vasútvonal a kínai hitelből történő felépítésén, valakinek ez biztos jó üzlet. De pontosan így van. Ha magyaroknak, akkor Orbán Viktornak igaza volt, hogyha másoknak, akkor meg nem. Jól értettem én a szombati beszédében, hogy nem volt annyira elzárkózó az együttműködést más pártokkal a 2018-as választásra, mint mondjuk 2-3 hónappal ezelőtt? Ugyanazt mondjuk egyébként, tehát az elmúlt hónapokban én nagyon sokszor elmondtam azt, hogy azokkal tudunk együttműködni, legyen azok személyek, ugye Demeter Mártára például, vagy akár Hatházi Ákosra is gondolhatunk, vagy közösségek, pártok, akik korszakváltásban érdekeltek. Nyilván nem fogunk abban segíteni, hogy akik levitézlettek itt az elmúlt 27 évben, ők velünk jöjjenek egy olyan helyre, ahol láthatóan nem úgy fogunk politizálni, mint ahogy ők csinálták 27 éven keresztül, tehát ez egy nem létező forgatókönyv. Uh-huh. Viszont azt gondolom, hogy Magyarország érdeke egyértelműen az, és a 21. század is ugye hálózatokról szól, hogy hasonló értékrendű emberek, akik hasonlóan gondolkodnak kérdésekről, hasonló víziójuk van az országról, ők megtalálják egymást, és a politika alapvetően egy hitelességi kérdést, én ezt szentül vallom. És ennek megfelelően ez egy elvek szerinti együttműködés lehet, csak nem valamilyen fajta. Az új kezdet mellett keresnek még szövetséges, vagy most így megvannak? Ugye mi eddig ezt hoztuk tető alá, ezt a megállapodást, amit ugye alá is írtunk ott plénum előtt. Én nem mondom azt, hogy ez lezárult ez a korszak. Viszont azt nem mondanám, hogy keresünk. Tehát ez egy olyan helyzet, amelyben ugye van, aki elzárkózik együttműködéstől, holott azt gondolom, hogy ő is nagyon hasonló víziójai vannak a Magyarországról, meg Magyarország jövőjéről, mint nekünk. Van, aki esetleg még nem gondolkodik ebben, de majd a következő hónapokban esetleg egy új helyzet fog ott előállni. Hát Karácsony Gergely azt reméli, hogy önöknél is. És például önök ketten, akik hajdanában egy párban voltak, meg tudják érteni egymást egy együttműködésben. Most nem akarok durva lenni, de hát én egyre kevésbé értem, ami ott arra fele megy az ő megfogalmazásában, de én továbbra is azt gondolom, hogy ő azért is választott a saját pártjával egy másik utat, mert nem hitt abban, amiben mi hiszünk, és ami mellett kitartunk. Ezért nekünk most mondom, az új kezdettel van ez a megállapodásunk, amiről én szentül hiszem, hogy Magyarország számára egy teljesen új víziót fog tudni felrajzolni, és hát azért az emberek is azt mondják, és amikor ott vagyok az utcákon, ott vagyok standolok, nem tudom, pályaudvarokon, mindenhol, nagyon sokan mondják azt, hogy mindenből elegük van, ami az elmúlt 27 évben történt. Most hogy akarjuk ezeket az embereket megszólítani ugyanazokkal a politikusokkal, akik az elmúlt 27 évben folyamatosan ott voltak és átvágták őket? Ugye Ángyál Józsefnek a történelmi szavai, hogy jobbról-balról váltógazdaságban rabolták ki a magyar embereket az elmúlt 27 évben. Én azt gondolom, hogy ezt a korszakot kell tudnunk lezárni, és hogyha olyan politikusok jönnek, akiknek van hitelességük a választópolgárok előtt egy jó programmal, amit hitem szerint mi letettünk az asztalra, akkor jó eséllyel fogunk tudni Magyarország számára egy olyan víziót vagy forgatókönyvet elérhetővé tenni, ami tényleg egy más minőség lesz. Jó, hát ez majd ki fog derülni valamikor tavasszal, nem tudjuk még a dátumot. Azt viszont tudom, hogy a két ünnep között is lesz egyenes beszéd, és bírom az ígéretét, hogy találkozunk akkor egy ilyen évértékelő beszélgetésre. Addig viszont karácsony, úgyhogy boldog karácsonyt önnek is, meg a családjának is. Boldog karácsonyt kívánok én is mindenkinek, és akkor találkozunk két ünnep között.